Az élet le alatt szünet nélkül űzi át a Dunán a csehszlovák határterületen lakó magyarokat a deportálástól való félelem. De még a nappali átkelés minden veszélyét is inkább vállalják, sem hogy szeretteiktől elszakítva vitessék magukat a kényszermunka kegyetlen útjára. A legszükségesebb kis formiaikkal érkeznek Magyarországra menekülő nők, férfiak, öregek, gyermekek. Elbeszéléseiket a helyszínre érkezett külföldi laptudósítók hallgatják és jegyzik, hogy újságaiknak hiteles adatok alapján számolhassanak be a csehszlovák eljárás embertelenségéről. A sorsüldözötteket, a határmenti községek magyar lakossága és hatóságai részesítik ellátásban.